Induljon már! Nem, 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 nem engedem! Engedj, Paula! Teljesítem a kötelességem! Géza! Gondolj szegény árváidra, nélkülöző özvegyedre! Hagyja már abba, amíg maga így gyászbeszédet tart, a cápa eléri áldozatát! Megmentem, meg én! Beúszom szembe az árral! Ahhoz előbb meg kéne tanulnod úszni, de ez majd fenntart. Na, gyerünk, gyerünk! Géza! Legalább egy búcsúcsókot! Papa, vidd be a maffiát, ez halászmacska! Egek uram, ha megmented, soha többé nem eszem halat, pedig te tudod, Istenem, hogy imádom. Hé! Hey! Vissza! Vissza! Sitt innen, tetök! Sitt, ha kedves az életem! Na nézd csak! Hazai hangok! Mit akar öregem? Magyar cápa, vagyis maga... Segítség! Egyébként most csalódottan kezdett neki ennek a beszélgetésnek, Noémi, mert mindenkit felsoroltál Gézától, a Máriás szomszédig, de épp az egész rendszert, aki működtette, Blökit kifelejtetted a felkompól. De itt van velünk a rendező, Ternovszky Béla. És mindjárt megkérdezzük, hogy Blöki hogyan került ebbe a sorozatba, és azért is vele akarok kezdeni, mert hogy én úgy tudom, és emlékszem rá, és meg fogom keresni, hogy Blöki kecskeméti származású, és én kecskeméti vagyok. Gratulálok a kecskeméti származáshoz. Szép város, Batolcsi is kecskeméti származású volt, a Pannonia stúdió igazgatója. Akkor a legenda igaz? Nem, azt nem tudom, a Rományi kitalálta, mert miért ne Szépváros, akár Kolozsvár is lehetett volna, de Kecskemétet találta ki, és hát Géza elmondta, hogy ahogy neki le volt írva. Ugye 1968-ig kell visszamennünk az időben, hogyha szeretnénk a Mézga család gyökereit is felkutatni. Egy rendkívül sikeres sorozatról van szó. 1968, most már azt mondjuk, hogy a televíziózás hőskora, legalábbis ami a rajzfilm sorozatokat, a rajzfilmeket illeti és jelenti, akkor is úgy élték ezt meg? Tehát valóban egy Kánaán volt? Egy olyan műhely, ahol élvezet volt alkotni, és szinte bármit lehetett? Vagy azért az idő szépíti meg mindezt? Abszolút, nem szépíti meg. Hát az egy a felfelé ívelés kezdete korszak volt a Pannoniában. Azzal, hogy a televízió sorozat gyártása is elindulhatott. Ez körülbelül úgy volt, hogy a igazgató az előbb említett Matolcsi György behívta Nepp Józsefet, aki azt lehet mondani, hogy a házi szerzője volt a Pannoniának, hogy Jóskám, megnyílt a lehetőség, hogy televíziónak csináljunk sorozatot, finanszírozzák, ki kéne találni. A Nepp kitalálta, elmentek a házi dramaturggal a Pannoniába, vagy a televízióba, előadták, azonnal rámondták az igent, kijöttek, és akkor leültek egy padra, hogy a dramaturg azt mondta, hogy hát kellene ide egy forgatókönyv, vagy egy dialógíró. Miért mondta a Nepp? Tudok én dialogot. Ez azért más műfaj. És akkor egy pár név fölmerült, addig, amíg a Romhányi neve szóba nem került, akire aztán a Nepp azonnal rácsap. Na jó, ő és jó. Milyen jól tettem. Úgyhogy ők az állócsillagok, hárman tulajdonképpen, akik a végig mind a három sorozatot jegyzik, a Nepp, Romhányi és tulajdonképpen Deák Tamás, a zeneszerző. Sajnos ő az egyetlen, aki ma meg él közülük. És most mit szól ahhoz, hogy pocketkönyv formájában is megjelent ez a sorozat? Már is szomszéd le vagyok. A Mézga család a metróba beköltözött a zsebekbe, és bármikor elő lehet kapni a történetet. Le vagyok nyűgözve. Hát egyébként ez tényleg nap mint nap örömmel töltel is meglep, hogy az animációs filmek, a televíziós sorozatok, Mézga, a Nagy Horgász, a többiek, ezek nem avulnak. Valahogy újra rendre előveszik, és mindig megtalálják a maguk közönségét, hogy a Macskafogóra ne is beszéljek, vagy haza. Én is ezzel kezdtem rögtön, mikor találkoztunk. De biztos nem hallottam még ezt soha senkitől, hogy a Macskafogó a kedvenc rajzfilmem. De is örömmel nyugtázom, de legalább ilyen kedvencem a Mézga család tényleg. Szóval az első sorozat, ahol, nem sorozat, de igen,
az első sorozat, amiben aztán rendező, társrendező is lehettem, először animátor, és az első epizódot sikeresen be is fejeztem, a másodikba belekezdtem, amikor egy átmenetileg egy hónapra kiszólított Brüsszelbe egy vissza nem utasítható munka, és akkor a Jankovics Marcell vette át azt az epizódot, amit én csináltam akkor, úgyhogy tulajdonképpen az akkori, hát mondhatnám, hogy elit gárda, kivéve a Dargai Attilát, aki nem vettek rá, de mindenki részt vette a Gémes Jóskától kezdve az első Mézga sorozat gyártásában, és hát az egy tényleg frenetikus időszak volt. És ugye beszéltünk arról is, hogy Romhányi Józsefnek köszönhetően tényleg frenetikusak ezek a párbeszédek, amelyek elhangoznak a Mézga család történeteiben is. És arról is beszéljünk még, hogy fantasztikus színészek voltak, akik a hangjukat kölcsönözték ezeknek a figuráknak. És ugye nagyon sok külföldi országba is eljutott ez a mesefilm. És pont arról olyan beszéltünk Zolival, hogy ez biztos nem olyan, ha nem Romhányi írja a dialógokat, és nem ezeken a csodálatos hangokon szólal meg. Biztos vagyok benne, hogy nem olyan jó. Hát Romhányi mindenkit felülírt. Szóval ez körülbelül olyan, mint amikor a Cyranót Ábrányi Emil fordított, és mindenki azt mondja, akik eredetiben is olvasták a rossz tandarabot, hogy messze jobb az Ábrányi fordítás. Hát biztos, hogy a Romhányi szöveg az utánozhatatlan, és nem fordítható le. Úgyhogy az egy nagy-nagy főnyeremény volt, hogy őt sikerült megnyerni a sorozat számára. Egyébként annyit elárulunk szinkronban, nagyon jó lennél te is, mert Paulát isten ilyen utánozza Noémi. De az volt szerintem ebben a sorozatban az volt zseniális, hogy voltak olyan szereplők, akár mondjuk Hufnagel Pistit, vagy Steve Hufnagelt említjük, vagy akár ugye Máris Szomszéd, akik csak alkalmanként léptek be a sorozatba és a mindennapi életünkbe, de tudtuk, hogy ők léteznek. Steve Hufnagel egyáltalán nem lépett. Na, nem lehetett látni. Igen, olyan volt, mint a... Emlegette. Bocsánat, az Ausztrál részben nem volt benne? Mindig a nyomába voltak csak, de a hűlt helyét találták. Nem, ő soha nem került elő. Szó volt arról, hogy az utolsó epizód, utolsó epizódjában kerüljön elő, és mutassuk be, de végül is letettünk róla, úgyhogy... Hát ott leromboltunk volna valamit vele. Hát ez egy olyan trúvály volt, olyan fogás, hogy egyébként igen, a Paula, ahogy itt az előbb is utánozta, nagyon találón és nagyon jól. Hát minden színész egyébként tényleg teli találat volt, és amikor Tomanek volt az első sorozatban, akkor szegény, amikor meghalt, akkor Bárdi vette át, és ilyenkor mindig tart az ember attól, hogy a új szereplő mennyire tudja elfogadni a közönség, de egy-két epizód után teljes mértékben tudta helyettesíteni és pótolni. A MZ per X, a Sobogyvári hangja, az elképesztő színész gárda, és hát azt tudom, hogy a Győri Ila, aki a Paula hangja volt, amikor a főcímdalt kellett fölénekelni, és hát a Deák Tamás nem volt teljesen megelégedve a Győri Ila interpretációjával, és az Izsmán Nellit kérték meg, hogy énekeljen, és nagyon vérig volt sértve szegény Ila. Hát azért valahol érthető. De engem is hiába kértek volna föl. De a közös munka az egyébként ilyen volt, egy ilyen ironikus, poénos hangulatban zajlott az akkori igen, munka ezekkel a nagy színészekkel. Igen, először kezdődött a hangfelvétel. Szóval volt egyszerű szerintem. Az se lehetett egyszerű, maga a hangfelvétel. Hát nem, de abban az időben az volt a jó, szemben a mostanival, hogy akkor a színészek együtt voltak benne a stúdióban, az együtt játszó színészek a mikrofont körülállva, és ott... Tudtak egymásra reagálni, ott spontán reakciók, szövegek is elhangzottak, amit aztán vagy megvett a rendező és a hangmérnök, vagy ha bent a hangmérnökibe rögtünk, akkor ez jó, ezt megvettük. Úgyhogy az mindig egy élmény volt, és a
kollégák, munkatársak is a hangfelvételre be somfordáltak, és ott élvezték. Ott kezdődött a nagy marháskodás. Aztán, amikor a rajzolás hosszú hónapjaiban ment magnóról a szöveg, és arra kellett a szájmozgást csinálni, akkor az mindig fölidéződött. Szóval egy nagyon-nagyon hősi. Köszönjük, hogy most a kedvünkért is felidéztem. Sokan felütik a interneten a Mézga család következő részét, úgyhogy köszönjük szépen, hogy itt volt.